Itt szerintem, itt, hogy én ezt megértem. Itt vagyok Márkóval, mindjárt az előadás, és én vagyok. Szerintem itt már veszett föl a helyzet is. Mikó István kétszer volt már valóságos színi direktor, az Arizonában és Sopronban, és most másodszor játssza Rettegi Fridolin színi direktor szerepét is. A Söntán testvérek darabjából Kellér Dezső, Szenes Iván és Horváth Jenő írt népszerű zenés játékot, melyet az első magyar musicalként szoktak emlegetni. Bemutatója 1949-ben a Pesti Színházban volt olyan művészekkel, mint például Bilicsi Tivadar. Végül is ez egy ateliér dolog olyan szempontból, tehát hogy a színházi belső életet figurázza egy kicsit ki, és azt a világot, amikor ugye, és ez egy picit a mai időkre is rímel, hogy amikor támogatókat kell szerezni ahhoz, hogy egy színház létezni tudjon. Hát szerintem a Mandala Társulatnak ez pontosan megfelelő választás, már darabválasztás, hiszen 27 éve azon küszködnek, 28, hogy támogatókat szerezzenek. A Róma megalakulása körül bonyolódó mondára épülő történetben egy vándortársulat szerepel, akik a helyi főgimnázium történelem tanárának rejtett kincsével emeszíndarabbal foglalkoznak. Az előadása a Vándor színházi lét báját, kicsinyességét és ripacskodását figurázza ki. Mikó István, Jászai Díjas érdemes művész rendez nálunk darabot, a Szabin nők elrablása címűt, és hát ő osztotta rám a Bányai tanár úr szerepét, ő az a főgimnáziumi tanár, aki egy fiókban rejtve őrzi régi ifjúkori zsengéjét, a Szabin nők elrablása című darabot, amit ugye élelmesen a színi igazgató, a Vándor Színház színi igazgatója Rettegi Fridolin kicsal tőle, és aztán annak bemutatásától várja a kisvárosban, ugye a történet szerinti Siklódon, hogy ebből óriási siker lesz, mert hogy a helyi potentált, a helyi főgimnáziumi tanárdarabjáról van szó. A Mandala bemutatója a 29. Mandala nyár programjában szerepel. Július 11-én a tavalyi sikerdarab, a Hippolita lakány nyitja a sorozatot a Görög udvarban, majd augusztus 7-én jön a Szabin nők elrablása. Emellett persze több vendégelőadást is kínálnak nézőiknek.